Nógrád vármegyében vagyok Karancsberényben, és sokan nem is gondolnák, de egy picike házikószerű üzemben állítják elő Magyarország igen kedvelt sóspálcikáját és perecét is. Az első pillanat az, hogy fel kell venni a védőruhát. Így van, felvesszük a fityulát a fejünkre, így van. Legelőször a nógrádi ropi, az ugye 1971-ben indult el. Ez a Sargó-Tarjáni üzem, akkor indult el egy gépsorral, és utána bővült ki, akkor ez az üzem pedig ugye 98-ban, akkor vették meg ide a gépsort, illetve ugye alakították ki úgy az üzemet, vagy alakították át, hogy gyártásra megfelelő legyen. Egy műszakban, tehát 8 óra leforgása alatt egy gépsor körülbelül 5000 zacskót gyárt le. Ebben az üzemben 23 kolléga dolgozik azért, hogy a ropogtatnivalók a boltok polcaira kerüljenek. Egy műszakra a lányok olyan 7-8 zsák lisztet húznak le. Ez ugye 40 kilós kiszerelésben van, és akkor ebből készül el a nógrádi ropi. A lisztraktár az első indulópontunk. Itt kezdődik az egész kiindulása ugye a ropinak, mert megérkeznek a kolléganők, ugye átölvették a munkaruhát, és akkor utána kijönnek itt ebbe a helyiségbe, ugye lehúzza a műszak a lisztet, amit ugye használunk, ez 40 kilós kiszerelésben van. Beleöntik ide, mert ez egy lisztszita, régi, hagyományos, már nem mai darab, ugye ez sem, és átszitálják vele a lisztet, hogy azért fontos a lisztszitálás, hogy mindenféle szennyeződést ki tudjunk belőle szűrni, és csak a megfelelő minőségű és állagú liszt kerüljön ki. Az átszitálás után a mérés következik ezekbe a fehér vödrökbe. A két vödörben, ahogy a mérleg is mutatja, összesen 10 kiló liszt került. Most pedig a segédanyagokat állítja össze, mert tudja, hogy élesztő is kerül bele, és akkor így hagyjuk egy kicsit állni, mielőtt belekerül ugye a lisztbe a többi hozzávaló. Egy ilyen babateknőbe vagy babakádba 20 kiló, tehát egy dupla dagasztást tud belemenni. Ez a teknő, ami itt van a gépsoron, egy olyan 15-20 perc alatt, vagy akár 25, mert ugye minden gépünk más, annyi idő alatt megy át a gépsoron egy teknőtészta. A 20 kilós teknőt átteszik kettőbe, hogy csak 10 kilót kelljen a gépsor tetejére tenni, hogy könnyebben tudják etetni a gépet. Mi történik pontosan, mert itt már látom, hogy nagyon sóspálcika jellege van a történetnek. Így van, ugye mint láttuk, ez ilyen porhanyós állagú, és ugye fölül, úgymond, mi úgy hívjuk, hogy megeteti a gépsor, tehát beleadagolja a tésztát, és ugye akkor itt vannak az alkatrészek, ugye ez a felső nyújtóhenger, ami abból a poros állagból, ugye ilyen lapos, nyújtható tésztát kapunk, mint amit otthon is, mikor kinyújtjuk a sodrófával. Felső vágókésnek hívjuk, hosszában elvágja a szálakat, és akkor ez az alsó vágókés pedig ugye elvágja már ilyen rövidebb erre. És ugye utána itt átkelül egy ilyen lúgos fürdő, ami ugye ilyen szép, fényes felületet ad neki. Utána pedig a sütőlángra kerül, és miközben sül a tészta, az elején megkapja a kellő mennyiségű sót. A gépsor másik oldalára a nyers tészta 3-4 perc alatt ér át. Kiér a ropi, ugye akkor a kolléganő ugye egyik sort az egyik lapátra tolja, ugye a másik sort pedig ugye ellenkezőleg. És akkor innen oldalról, ugye ha kell, akkor pótolja a szálakat, mert ugye időközönként, amik itt lejönnek, ugye azt leszokták mérni, hogy megvan-e a megfelelő súly. És ugye, hogyha kell hozzá, akkor innen tudja pótolni. És itt látok lent egy szintén egy ilyen gyermeklabort, ahol talán a selejtes ropik kerülnek. Ez mi alapján kerülnek selejtezik? Hát ugye, ami esetleg túlpirulna, azt ugye ki kell szednünk belőle, mert olyan nem kerülhet bele a zacskóba, illetve ami nem egyenes szál, hanem olyan görbe. Megérkezünk másik helyiségbe, itt rögtön más illatok jönnek az embernek az orrához. És miért más illat? Mert más az állaga a tésztának? Az állaga, ez vizesebb. Itt is azért az emberi munka elengedhetetlen, mert a szortírozás, hogyha valami... Így van, mert ugye itt, hogyha nem szokott ilyen szép formája lenni, akkor azt ki szokták már itt kapkodni belőle. Tehát például itt van egy ilyen kis fél, és akkor az... Az a végén ki fog kerülni belőle majd.
Jó, és akkor itt mit kell tudni egyébként mind a sóspálcika, mind pedig a pereceknek az életéről, hogy használnak-e mesterséges színezéket? Ugye ez ma a 21. században egy különleges kérdés, hogy ez mennyire egészséges, mennyire nem egészséges, mennyire természetes alapanyagokból készül itt ez hogyan kell elképzelni? Nálunk minden megmaradt, ugye a régi, jó bevált recept szerint, tehát minden csak természetes alapanyagból készül. Jobb, hogy volt, hogy a vezetőben megérkezik ugye a Ferenc belefúl, és akkor a lányok ugye ott azon a lépcsőn fölviszik, beleöntik abba a nagy hűtszerűségbe, ami ott van fönt. Ugye előtte a megfelelő sikfólia bele van, vagy át van húzva rajta. Utána fölülről jön le a Ferenc, beletöltődik, és ugye úgy heggeszi össze a becskóval. Kipróbálhatom én is ezt a csomagolást? Megpróbáltak egyet? Megbirkózok egyel. Szóval 8 órás műszakból 1000 tasakot? Akkor én ezzel a tempóval mennyit 20-at csinálnék meg? 30-at? Karancsberényi gyárban szorgos kezek dolgoznak, hogy a születésnapok, illetve egyéb rendezvények alkalmából a megfelelő minőségű sóspálcika ropogtatni való kerüljön az asztalra. A Nógrád vármegyéről elhíresült ropogtatni valót 1971-ben kezdték el gyártani osztrák receptek alapján. Ebben a dobozban 50 csomagolás található, a nap végén 3 raklapnyit, 18 000 csomagot, sóspálcikát és sóspercet állítanak elő.